Lehet, hogy vannak itt a nézőtéren olyan fiatalok, vagy olyan együttes tagok, akik még annak idején itt voltak az első táncszázakban. Valóban örömmel emlékszem vissza a Pap Imre korszakra, valóban örömmel emlékszem vissza, amikor a Gáborral is, Szűcs Gáborral, mint együttes vezetővel találkozhattam. Úgy érzem, hogy jó kezekben a fesztivál. Köszönjük, hogy meghívták a Magyar Nemzeti Táncértes ma este, és egy kis palettát mutatunk a Kárpát-medencéből. Kárpátok visszhangja címmel nevéhez méltóan a Kárpát-medence gazdag néptáncos és népzenei kincseit bemutató lendületes és sokszínű folklór műsort láthattunk a szerda esti idei második gála műsorban. Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kossuth Díjas kiváló művész koreográfusa és művészeti vezetője itt bámbáskodott a Jászberényi Néptáncműhely létrejötténél, és igazán büszke, hogy ide újra és újra visszatérhet. Fiatal koromban, így itt erről 40-50 éves múltról beszélünk, jó magam is sok-sok koreográfiát készítettem, és emblematikus számot a Jászegi Néphelyettesnek, és az első táborokban is, mint tánctanár vettem részt a feleségemmel, Vince Zsuzsával, és azóta is ugye jó a kapcsolat. Most a Magyar Nemzeti Táncegyüttes évente visszatér a fesztiválra, műsorokkal, bemutatókkal szórakoztatni a közönséget. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes neve pontosan kifejezi a társulat hazai, európai és tengeren túli küldetését a Kárpát-medencei magyar néptánc kincs megismertetéséért és népszerűsítéséért végzett felelősségteljes és professzionális munkáját. Maga a néptánc gyakorlatilag egy olyan fajta egységet képvisel, amit érdemes színpadra tenni. Az, hogy mi a Kárpátok visszhangjában különböző tájegységeket teszünk egymás mellé, ez természetes, hiszen ugyebár annyira evidens, hogy a magyarságon belül az emberek is különbözőek, a táncok is különbözőek, ezt mutatjuk meg, ennek a színességét, az élményét mutatjuk be. Rengeteg táncanyagot sűrítünk bele, úgymond ebbe az egyórás műsorunkba. Egészen a déli országrésztől elmegyünk a keleti országrészig, sőt Erdélyből is hozunk táncokat, táncanyagokat, mint például Kalotaszegit is láthatnak, és Székelyföldit is. És hát ez egy nagyon színes program, és itt azért a közönség mind a mellett, hogy a tánc típusokat és táncanyagokat is megismerheti, emellett a viseletekből is nagyon szép ruhákat és nagyon-nagyon szép rendeket fog látni. A vendégtáncegyüttest saját zenekara kísérte, melyben olyan nevek szerepeltek, mint Balla Kálmán címbalmos vagy Pap István Gázsa prímás. Zsurávszki Zoltán Kallusz Zoltánt idézve vallja, hogy addig leszünk magyarok, amíg magyarul éneklünk és magyarul táncolunk. A megteremtett hangulat elképesztő volt a virtuóz tánc jeleneteknek köszönhetően, igazán különleges élményben lehetett részünk szerdán este a Székely Mihály Szabadtéri színpadon.